Sziasztok, Wiser vagyok, és ez a Crash Time 2. Wir machen aus Koble... Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hello, Samir? Na, még. I got your number from your station. I still owe you that cup of coffee. How about it? You got time? Sure do, Paul. How could I say no to anyone who buys me coffee? I'm about to go off duty anyway. Menjünk kávézni. Nem is, az kellett volna, hogyha ide is bevezetnek valami rohadt limitet, hogy 90 limit, vagy 90 euró limit, nem 90 ezer, 90. Azért, te engedem a gáz fel, azt hiszem, ilyen egy villamos rész, és nem kéne elrepülni. Vagy csak simán elfordulunk. Az is megteszi. Két, 270-nel kell út. Mi a fenét akkor az a játék már megint? Egy 270. Jézusom, mi a francot? Ugorja 270-nel. Nitro nélkül? Sanszos. Anélkül 250 körül már kezd lihegni, hogy ennél többet már nem nagyon tud. Miért erre... Térkép direkciót? Vagy csak tényleg elvárja azt, hogy én most ott 270-en ugorjak át. Na jó, akkor itt kell megnyomni. Bazeg, sikerült. Oh. Azt hittem, hogy ezek az autók mit keresnek itt? Elvileg az ott még egy építés alatt álló hídrész. Na mindegy. Feltököltem az elején, valószínűleg kivágom azt, ahogy próbálok megvalósítani egy kiesést a játékból, de ezt majd hagyjuk a későbbiekre, mert erre még rá kell gyakorolni. De rá tudom, hogy hol kell ezt csinálni, elvileg. És nem húzom fölöslegesen az időt azzal, hogy megkeresem azt, hogy hol kezdődik a történet. Direkt körbe megyek, csak azért is. Csak ne legyen verseny. Szépen kérem, ne legyen. Szóval azért az ősre? Jó van. Abszolút logikus. Most oda-vissza megyünk. Aj, 20 ezer eurós kár. Nem fejezte már be már a járőrözést, kedves Samir? Akkor minek? Nyomtam volna indexet? Nyomtam tényleg. Rányomtam a Q gombra. Kicsit zavaró volt ez a térképem is, akkor mi van? Milyen furka kanyarokat kell itt csinálni? Baks meg! Ez ott egy Audi reklám lesz. Elég egy R8-osnak tűnt. Na de. Óvatosan kikerül mindent, főleg ezt a lakókocsis autót. Ne dudalja. Na nézzük. Hi, Samir. I already ordered us some coffee. So how's your wife? And your daughter? Oh, they get along with me just fine. Don't tell me you've got another new car. No way. That's my wife's station wagon. How about it?
your family allow you to go out for a beer once in a while? I like the sound of that, Paul. My wife and the kid are with the in-laws, and I've already told them I can't come. Excuse me, Samir. Telephone. No problem. Yes? What do you want? I told you, soon. Yes, I'm on it. No, I'll contact you later. All right, Paul. Where should we have that beer? In my place, of course. Let's go. We're taking the Autobahn, right? The Autobahn? At this time of day? We'll be twice as fast on the highway. Or are you looking to challenge me? I still think that the Autobahn's faster. Prove it then. I'm taking the highway. Whoever comes in last gets the beer from the basement. Paul kapott egy telefont, nem tudom mivel kapcsolatban, Nitro az nekünk nincsen, és akkor most jön az, hogy el kell dönteni ezt, hogy az autópályán, vagy csak a főutakon lehet egy gyorsabban eljutni a célponthoz, és a vesztes cipeli fel a söröket a raktárból, vagy raktárból, mi a franc, az pincéből. Megint egy verseny. De legalább nem körpályás verseny. Ugye nem lesz ez az ugratás benne, mert ha az lesz, akkor én kikészülök. Mert Nitro nélkül nem tudok 270-nál menni. Nagyon barát ez a 20%-os sérülés. Figyeljétek meg, hogy végigmegyek hiba nélkül, és az lesz a vége, hogy messze elvertem a kolléga urat. Mondjuk, hogyha ilyen időközönként jönnek csak a checkpointok, el leszünk itt egymással. Legalább egyre gyorsabban jönnek a checkpointok. Ehhez ez az akciózene abszolút nem illik. Ki lesz felelős a sörökért? Megtudjátok a mai Cobra 11 részből. Pi-pi-pi-pi. Ezt érkültaná. De tényleg. Három checkpointot megcsináltam. Akkor ugye itt a negyedik. Nem megyek egyiknek sem. Ezt nem értem, hogy ott minek indexelt. Az ott vissza kell fordulni. Aha. És hol lehet itt visszafordulni? A térképnek a kurva anyját. Ezt csak így megjegyzem. A térképnek a kurva anyját. Miért nem tudta egyből jelezni, hogy forduljak vissza? És emiatt nem fogom megnyerni. Akkor a térképnek tényleg a kurva anyját. Elismerő bólogatással. Ott. Ne szórakozz! Ott megy! Ah, 300 méter, és emiatt nem... Ez a kameramozgás mire jó? Hi, Samir. Mindezt amiatt, mert a térkép nem tudta egyből kérdezni, hogy forduljál vissza, és nem 200 méterre arrébb kellett volna ezt. Köszönjük, Cinetic! Nagyon kedves dolog tőletek. Ám, én úgy érzem, hogy ezt elkutták. Egy kicsit gyorsabban, most úgyis 20% a limit, itt károkozásban, egy összegben nincsen határ, szóval mehetek olyan gyorsan, ahogy akarok. És olyan Nitro nincs, hogy miért ezt nem értem. Aztán azért, mert a felesége autójában nincsen Nitro, mármint Paulénak a feleségének az autójában, mert most az övét használja. Kb. Ugyanez a kocsi, csak kombi verzióban.
lehet látni 240, ennyit tud az autó nitró nélkül. Ott karcoltam az autót és nem okoztam ezek át. Úgy van. Kész, ez beállt utazó sebességre. És itt be kell lassítani, mert különben neki megyek a korlátnak. Na. Hármas checkpoint. Emiatt fogom elbaszni, kicsit ideges leszek. Egy hiba miatt. Még nem fordulunk le. Közben már ezzel gyorsan visszamegy utazó sebességre a kocsi. Ebben a játékban szerintem nincs is szélárnyék, úgyhogy belegondolok. Biztos, hogy nincs. Miért lenne? Ez az árnyék mi a fasz volt? Na, akkor itt följövünk. Így. Ez annyira nehéz lett volna elsőre, kedves színetik, hogy baszodnátok meg. Na, nézzük, hogy hol jön Paul. Pű egy póz? Hát sehol! Gyorsabb vagyok a rohadt szádat. Úgyhogy még egyszer el is basztam. Na erről ennyit. Fuck you, Bodymore! Na persze, na így. I can't believe it. You win again. Come on in, I'll get the beer. And then we'll make a boys' night of it. Na. Harmadik rész. Őrült zsaru első rész. Nem. 24%, jaj, de fassa. Ha megnyertem a kombit, szint választani, ezt nem lehet. Semmire nem megyek, mert ugyanaz csak kombi verzió van. Az idő pénz. Nem mondod. Ez neki egy tipp, hogy az idő pénz. Hát persze, levegőt összeg 150 euró, hát most mit akarsz? Ilyen felettébb hanyagolható dolgokról ne beszéljünk. Tehát az időpénz, hát miről gondolsz? Hova nézel? Na, jön telefon, autotrigger, valami. Kacsit, kacsit, please. Na? Na? Ez valami? You can kiss my ass! Akkor nem. Vádom, megint számolgassuk, hogy hova kell menni. Főbejárat. Ne törj össze mindent, az adók így is elég magasak már. Nem tök mindegy, hogyha a többszörösét mondjuk úgy, hogy visszaszerezzük azzal, hogy megalkozunk mindent megelőzünk. Oh, mi ez? Megelőzzük a problémát, a bűncselekményeket, stb. Őrült rendőr első rész. Te semmiféle infót nem kapsz. Most ez itt mire vonatkozik? Tudod, hogy checkpointok közben jön a hirtelen meglepődés, hogy mi a franc? Hoppá, megy egy gyors autó. Aha. Another one of those speed demons. They think they can get away with anything. We'll nab him. At that speed, he'll get to enjoy the benefits of walking for a while. Quit yakking and step on it. Rálépnék a gázra, hogyha lenne nitró, ti faszok. Vagy esetleg lenne egy gyorsabb autóm, annak is kurvára tudnék örülni. Nincs is távolság, mit akarsz, szóval... Úgyis az lesz a vége, hogy nem fogjuk tudni elkapni, és kiderül, hogy ez egy rendőr, küldetés címül ítélve, őrült zsaru, biztos robot zsaru testvére. Nem tudom utolérni, mert gyorsabb. Hello, meddig menjek még?
tessék, így remélhetőleg abba adjuk ezt a... De mindegy, hogy túl messze van, úgyis az lesz a vége, hogy nem tudtuk elkapni, mert túl gyors volt, kész. Biztos ez lesz a vége, szóval itt is megállok. Why won't this crate go any faster? I don't believe it! And that idiot has the nerve to switch on his left blinker just to provoke us! Our patrol cars are too slow for those races! Okay, I've had it. From now on I'm gonna collect spare parts wherever I find them and I don't care how much they cost. Then I'll call my buddy and he can help me turn my patrol car into a service weapon. Tessék, Ben is mondta, hogy miért nem megy ez a vacak gyorsabban. És fog szerezni alkatrészeket, hogy föl tud indulni a kocsit. Tessék, látjátok, előre tudtam, hogy ez lesz. Ne. Hát én itt ott nem fogok átvenni, meg 270-nel nem fogok tudni menni nitró nélkül, úgyhogy kurva anyád. Na, szóval nem arra megyünk. Direkt szórakozik el a játék, hát most erre neked el kell menni, aha. És 2x2 néha 5. Hát nem megyünk ki. 525 eurókára azt, hogy neki kocsanta meg eltörhetetlen korlátnak. Yep. Tényleg logikus. Én ott nem fogok tudni átmenni, most azt várja el, hogy ugorja 270-nel. Ez a kocsi alapból 240 körül már elkezd ijegni, hogy hello, ennél gyorsabban nem tudok menni, és átmegy utazó sebességbe. De megint mit mutat a térkép, hogy az útról lemegy, ott egy vonal. Hát itt nincs nitróm, úgyhogy 160-nal. Ezt mondjuk meg lehet próbálni. Hát így is itt egy lejtő. Sikerült, jó van, pedig nem is mentem 160-nal. Mindegy, akkor megyünk tovább. Nagyon lehet hallani, hogy egy tehénbőgő szempőt használtak. Na, 1430 méterre vagyunk. Mindig lehet hallani a tehénbőgést. Az a légballon az összes részben ott van, mert láttam a 3-ban is, láttam a 4-ben is. És talán az 5-ben is. Nem tudom. Na de, kérdés. Hogy lehet az, hogy kipróbáld, megszerzed ezt a headsetet, amit Kínában rendeltem, úgy potom 3000 forintért, erre halk a mikrofonja. Ilyen szerencsém csak nekem van? Most őszintén. Ugyanúgy 20 decibeles erősítésen, kb. 5-ször halkabb. Ja, és rövid a mikrofonnak a szára, úgyhogy nem ér közel ugye, számhoz, mint ez a Naya Audio vacak, amit már 2 éve használok, csak úgy mellékesen, szóval wow. És konkrétan mentem egy elbukott... És ennek mi értelme volt? Nem... Semmit! Értitek? Semmit nem értem el ezzel a küldetéssel, de azért 26%. Na jó, akkor most... Talán ide kell menni. Ez az Alexei nevű palival biztos találkozni kell, vagy az Igorral, vagy mit tudom én, melyikkel. Egyszer kiderül, vagy jön telefon, vagy valami, hogy hello, feladatotok lenne, bla 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 bla. Enter. Vagy nem, persze. Persze, hogy nem. Valaki írt a kommentekben, hogy szupermarket is volt egyszer. Talán most. Hopp. Mi a neve? Lidádeka. Na szóval. Oda sem megyünk, ide talán. Nem. Stadion esetleg.
Nem. Már voltunk hátsó bejárat esetleg. Nem. Ott. Jó, akkor oda megyünk. Itt egy piros se jelzi, ezt is mondta valaki kontekben. Ez az. Így reggel van, de azért eszembe jut minden. Ott hátul van, van egy piros kör. Na, az ott micsoda. Gondolom ez egy jármű akar lenni. Ezt megnézzük. Erre most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy az ott micsoda. Na. Térkép. Gondolom csak egy másik autóra vonatkozik. Pedig arra ott. Akkor ide kell jönni, akkor az autópálya kiesik. Egyszer eljutunk oda. Oda fogok menni, ahova kell. Na nézzük azt a térképet. Na lássuk. Nem, itt semmi. Gyorsan végignézem a térképet, mit te mondjak. Nem. Nem csak egyszettel van pechem, tehát így elkezdtem egy játékot így baszkurálni, hogy legyen róla videó. Erre hát mennyi idő volt? Másfél óra alatt sikerült 11 beállítást csinálnom, ami értelmes. What the fuck, man? Egy azok ott autók. De akkor is. What the fuck, man? Nem. Adom még az őrsre, hátha. És nem! Nem fogok récskütelni. Gyorsan elfogynak ezek a helyszínek. De garantáltam. Nem. Nem. Nem játszottuk így is. Jól látom, hogy itt. Hey Hara, how do you like your new staff car? How do I like my 8-cylinder twin-turbo 500 HP off-road vehicle? It's absolutely incredible. If the crooks think they can get away in rough terrain, not a chance. Hand me the keys. I want to squeeze that baby around the corners myself. Forget it. No way. Never. Nada. Niente. You'll just wreck it. Új autó, 500 lóerős, twin turbo valami, három ugratás, ne. I'll bring it back without a scratch, and I'll get you a shift with our female intern. Okay, but you get to fill in the forms if that vehicle is damaged, and you just took it from me, okay? Right. So, take the test track through the rear yards. If that vehicle comes back with just one scratch on it, the chief will have your head for it, and if you're slower than me on the track, then you get me two shifts with the intern. You're on. Ez neked 500 lóerős twin turbo autó? Ez? Ez? My ass! Hát de tényleg, de három ugratót láttam kiírva egy töltőképernyőn. Hú, hát ennek az irányítása abszolút fos. Abszolút eltévedtem, úgyhogy kezdjük újra. Szóval így mennyi minden tök jól összejött. Vettem egy headsetet, aminek halk a mikrofonja.
30 decibeles erősítéssel is. Tehát ezzel a My Audio-val pedig akár sútoghatok és azt is fölveszi. Szóval ez a Tesco-ban vásárolt, 3 éve vettem ezt, úgy hozzáteszem. 3 év, sőt lehet, hogy akár 4 is. Amikor ezt megvettem, akkor valami 1300 forint volt. És mindig működik. Ez a hihetetlen, értitek? Jó, mondjuk a hangminőség az viszont egész faszának tűnik így a fejhallgató része. A mikrofon az nem tudom, de... Ez 59.000 euró. Nem azért, de abból ezt a kocsit is meg tudod venni. Sőt, szerintem akár 2 is. Mondjuk ezt nem túlzás. De egy ilyen autó tuti. 50.000 euró, az 15. Sőt, mondjuk 60.000. Az közel 18 millió forint. De csak így mellékesen megjegyzem. 18 millió forint. És ez a kocsi szar, szóval én ezt nem fogom használni. Három ugrató, attól félek. Aha, itt kell ugratni. 100-ra kell ugratni. Ezt megcsinálom aztán a végén a videónak. Ah, fuck! És ide visszaraksz a kurva anyádat, azt. Tényleg ezért ezen ezt szorakozzuk, hogy visszarak úgy, hát egy jó 10 másodperce hátrébb. Most is kit érdekel, hogy is itt a pályára, hát 10 másodperce hátrébb visszarakjuk, és akkor mindenkinek jó lesz. Aha, nagyon jó lesz. Gratulálok. Na de vegyük végre komolyan. Szóval... Most várom azt, hogy ez a kézi konzol valami megjöjjön. Ez az egyik. Vettem egy headsetet, aminek halk mikrofonja. Még a feedbackekből ítélve mindegyik egy csillagos volt. Talán reménykedtem abban a tartaléknak, hogyha ez esetleg elromolna. Jó lesz. A zenélés ez valószínűleg még jó lesz, de... Mindegy. Úgyhogy... Fuck my man! Ilyen az én formám, úgy általában. Nem baj, majd használjuk. Majd megoldom, okosban. Hát tényleg most más nem tudom, majd megoldjuk. Már most is ezt használtam volna ez a részhez, de... Az első felvételek alapján halknak bizonyult. Így kezdődött a My Audio-s történet, de ott nem volt mikrofon erősítés első körben. Na mindegy. Akkor 100-ra kell ugratni. Nem fogok annyival. Aj, megpördültem! 180-nal. Minek? Nem is ugrottam 180-nal, akkor hogy egy tökéletes ugrás? Idióta. Jó, és semmi logikát nem értek ebben már. És én már semmi értem. De azért menjünk gyorsan, mert van. Olyan érzésem van, hogy egy-két kanyar és vége ennek a körnek. Aztán kiderül, hogy nem. Legalább az alapsebesség ez gyorsabb, mert már 260 körül megy, de akkor is ez nem lesz elég, hogy ezt a gyors valamit el akarjuk kapni. Hát ez ilyen... Ilyen az én formám, ugye? Csak azért, hogy kibasszom velem. Hoho, de jók vagyunk! Meg kanyarodni ugye. Really? Jó, persze. Anyát hátát nem akarjam. Na, így legalább izgalmas lesz. Időm az szerintem bőven van, de...
rányomom a gázra a lábamat virtuálisan 17%-ig, mert talán éppen pont ki fogok jönni 19-re. Na. Hol is vagyunk most a térképen, és azok valós. Közelítünk az az ugrásos részhez valószínűleg. Vagy még nem. Még nem. Tiri-di-di. Még nem. Pa-pa-ra-ra. Még nem. Most ezt a kanyart hogyan vettem be most az előbb? Na mindegy. Le kell jönni úgy. Százzal, hát anélkül is menni fog. Higa! Most nem azért. De, hogyha tökéletes ugrás volt, akkor miért veszítettem el ezt a küldetést, mert 7%-ot sérült az autó. Akkor ez miért tökéletes ugrás? Na, miért? A játék nem tud rá választ adni, mert a játék kibaszik velem. Jó, persze én is direkt neki mentem néhány autónak. De akkor az a 20% az azért van, hogy jaj, ne törjem össze az ugratásokat a kocsit. 3 ugratás van amúgy. És 2 körös a verseny. Úgyhogy ez micsoda. Hát kérem, ez eléggé inkonzisztens sérülési rendszernek tűnik számomra. Úgyhogy Bomberman, Bomberman, stb. Amúgy csak én vagyok ennyire... Ó, lehet, hogy pont ezért nem fog sikerülni a küldetés, mert tolatni kell. Szóval... Csak én vagyok ennyire elvettem őt, hogy én kipróbálnám az Xbox 360-as Bomberman X-Zero-t. 99 pálya! Nincs mentés! Egy élet! Komolyan. Mondjuk az a más kérdés, hogy nem tudom egyszerűen így hardware, software és TV hiányában. De... Ez tipikusan ez nekem való szarjáték. Mondjuk amilyen hülyeségekre... Jó, oké, tudod mit? Akkor én most direkt nagyobb sebességre ugratok, hogy baszódjál meg. Tessék, ez csak 1% volt. Akkor a rohadt kurva anyádat. Na szóval, 1% volt, úgyhogy az előbb ne esz le. Úgy. Akkor az előbb mégis hogyan lehetett az, hogy 7% volt, mert kisebb sebességgel ugrattam. 8 euró. Vicces. Na jó, csinálj már végre ezt meg. Úgyis már fél óra fölött járva azt, hogy a felvételt, úgyhogy kivágom az elejét. Na de. Akkor itt veszek egy jobb kanyart. Most miért tett eszembe annak a játéknak az intrója? A Bomberman X-Zero-nak amúgy. Meg ez a reklám. Jaj, öregem. Mit képzelt a Hudson Soft, amikor... Komolyan? És ezt komolyan eljátszolom a játék már másodszor. Hát komolyan... Direkt ilyen bal szerencsés ráállítanom be a játék. Köszönöm, tényleg, kedves színetik, köszönjük. Köszönjük néked, Sárvár. Sárvár, te vagy a kristály. 2 perces volt a kör. 2 perc 16, jól látom, mert pont a legvégén néztem, amikor villogott. Ezen az előbb hogy mentem át? Hát, szóval itt is inkonzisztens játék. Erre csak egy szót tudok mondani. Jó, akkor legyen az.
7%-os sérülés az ugratás közben. Most ezt ki fogom tudni bírni, mert 6%-ot sérül csak az autóm. Úgyhogy bring it on! Gyerünk! Próbáljad meg! Hát, jó, van megint, nem tudom, hogy mentem azon ott át. Hello, így. Óvatosan kikerülök mindent és mindenkit. Mindenki! Mindenki! Jó, ez a rész is megint 6 órás render lesz így. Bármivaló. 9%. Ne ugorj túl. Úgy van. 9%. 4 euró. Miért éppen 4? Na, ez egy tökéletes... Na, ez tényleg az volt. Bassza meg, kifogyott alól a hely. Na szóval, töröltem egy régebbi részfelvételt. Szóval, hogyan lehetséges az, hogy egyszer ennyit sérül a kocsi, egyszer annyit? És tudja, az lesz, hogy hirtelen lesz egy vágás, a... Azt annak majdnem neki mentem. A... küldetésben, mert nem tudja, hogy nem lesz, hogy az egész így megmentve a bendikem által. Hát, hogy elveszettem egy-két percet. Komolyan? Na azért. Megyek vissza a pályára. Ja, kevés az idő. Oké, csak megnézem, mi ez a tak. Ennyi. Milyen rámpaugratás? Milyen rámpaugratás? Háromszor kellene úgy ugra... Mi van? Nem, köszönöm, ebből már elég. Turos táska, sajnos kifejezés, sós pered, sziasztok. Tökéletes ugratás. Tökéletes úr vagyok, tökéletes segget.